Egész évben arra vártam, hogy elteljen az év, és újra jöhessek, de sok minden történt. Kiállítások, még csuta kiállítás szervezésével is el voltam foglalva Németországba, projektek, és azért a leghidegebb téli napokon is erről a táborról álmodtam, és megint nagyon örülök, hogy itt vagyok. Mivel jöttél most? Most a kislányom, a Laura most fejezte be az egyetemet Brüsszelbe, szintén kerámikus lett, és tudjuk, hogy sajnos nem tudunk végig itt maradni, úgyhogy hogy együtt készültünk egy kicsit, egy földanya szoborral, ami hát meseszerű is, egy kicsit, meg egy kicsit benne vannak az álmaink, meg a mi életünk, de még inkább univerzálisabb értelemben, mert miután megérkeztünk, beleszórtuk a magot, és ez a mag, ha szerencsénk van, és minden úgy akarja, akkor péntekre ki fog kelni, amikor a kiállítás megnyitó lesz, amin mi sajnos már nem leszünk itt, de hát a földanyából nőnek ki a házak, és tehát ha sikerül, akkor kinőnek a magvak is belőle, de miután kiszáradt, teljesen ki is lesz égetve, és tehát földből földé válik ez az anyag, amiből mi is vagyunk. Valahogy lehet, hogy talán csak egy töredéke, de megmarad, és esetleg megőrzi az álmainkat, és azokat a meséket, amiket megpróbálunk mi itt megalkotni és megálmodni. Mesélj nekem erről a földanyáról. Hát ez most olyan nagyon trükkös módon készül, meg ilyen olyan szinten, hogy igazából nincs is nálam semmi szerszám, de Giacometti azt mondta, hogy egy szobrásznak egy késsel meg kell tudnia mindent csinálni, úgyhogy megpróbáljuk. Tehát a kislányom is segít benne, de megpróbáljuk ezzel a késsel úgy. Még ezek nincsenek rögzítve, meg egy ilyen álomvárost, jövővárost, mesevárost próbálunk megalkotni. És azért is vetjük bele a magokat, tehát nem csak szimbolikus értelemben, hanem maradjon meg a zöld, a természet és minden szép, ami minket körülvesz. Egy ilyen egyszerű és kicsit ilyen álomformába, meg hát egy kicsit úgy is élem meg ebben az életszakaszban is, és másik életszakaszokban is, hogy ugyan nagyon jó partnerem van, de lehet, hogy így is alkotott meg minket, nőket, a természet, meg anyákat, hogy igazából a teher valahogy az én vállamon van, vagyis a súly, de hát ezzel a feladattal is megbírkózunk, mivel nincs is más választásunk, és ezt valahogy megpróbálom egy olyan értelembe ábrázolni, hogy pozitív energiát és pozitív gondolatokat küldjek vele. Úgyhogy ahol hiányzik, ott megpróbálok hozzárakni egy réteget, lesimítani, úgyhogy ez egy kicsit játék is. Aztán még ki is fogjuk díszíteni, és ez most egy ilyen égetetlen formába lesz kiállítva. Ami meg megint izgalmas, mert érzi az ember az anyagot benne, a színét, és miért is ne. Meg kerámiában más törvények is uralkodnak, tehát tudomásul kell vennünk a száradási időt, és hogy ki kell várni, mert ha előtte kiégetjük, akkor összetörik minden. És épp azon gondolkodok, hogy lehet, hogy terhes nőt csinálok belőle, vagy az majd rábízom a kislányomra, mivel hogy most ő a soros. Úgyhogy ketten csináljátok párhuzamosan, vagy felváltunk? Most beszéltük éppen meg, hogy mindjárt váltunk, és akkor ő fogja
folytatni. Hát természetesen ő egy egészen más irányból, de hát így a jó, meg igyekszik el is rugaszkodni attól, amit tőlem lát, úgyhogy abszolút tudunk harmonikusan együtt működni, meg hogyha ő elvesz, meg hát más úton jár, és ez így is természetes, de valahogy úgy gondolom, hogy megvan hozzá az a eszeme, miért is kéne neki abszolút nulláról kezdeni, tehát azt a keveset, amit esetleg én át tudok adni neki, azt ő már onnan folytatja, ahol én nem is az, hogy abba hagytam, mert nem is akarom abba hagyni. Én... Elfogadja a tanácsaidat? El, de teljesen más úton jár, de elfogadja, de ugyanúgy elfogadom én is, mert mai napig is rengeteget, nagyon sok gyereket tanítok, amiről az előbb is beszéltünk, és rengeteget tanulok a gyerekektől is, és ez így jó, hogyha az ember olyan nyitottan áll hozzá az élethez, hogy mindig mindenkitől lehet tanulni, ez független iskolától, végzettségtől, hovatartozástól, attól függ minden, hogy mennyire vagyunk nyitottak az újra, a másra és az elfogadásra. Úgyhogy itt majd még azt eldöntjük, hogy várandós lesz-e vagy sem. Mit jelent számodra az agyag? Hát, igazából agyaggal nőttem fel. Édesanyám kerámikus, mindig is ezt csinálta. És hát én is valahogy belepottyantam, pedig sokáig nem akartam. De hát most végeztem el az egyetemet, kerámia szakon, és valahogy nagyon örülök neki, mert mikor 5 éve felvételiztem, csak annyit kértem anyától, hogy szerinted szobrászatra menjek, vagy kerámiára, azt mondta, hogy kerámia, és akkor hát azt csináltam, de kezdettől fogva imádtam. És főleg azért, mert nagyon nyitottak voltak, tudni kell, hogy Brüsszelben tanultam, és bármit csinálhattunk. Amúgy az új médiák is fontosak voltak, sokat videóztunk, animációt is csináltunk, többféle workshopot, jöttek művészek hozzánk, nagyon érdekes volt. És hát most folytatni fogom. Most éppen anya munkáját folytatom. Igen, anya elmondta, hogy szimultánban csináljátok. Amikor egy kicsit elfárad, vagy kifogy a gondolatokból, akkor átadja neked a további alkotás lehetőséget. Jól össze tudtok dolgozni? Igen, de én más csinálok, mint ő. Én nagyon szeretek porcelánnal dolgozni. Amúgy gipszformákat csinálok és öntök. Anya inkább így felépíti a dolgokat. Amúgy mindig úgy mesélte nekem, hogy nem tetszett neki az öntés, mert nem is tudta pontosan, hogy működik, és akkor így, hogy az egyetemen kipróbálhattam, hát megtanultam a technikát, és nekem nagyon tetszik. Úgyhogy jó, szoktunk együtt is dolgozni. Most csak próbálkozok valamivel, nem tudom, hogy milyen lesz. Anya feltette a kérdést, hogy ha gondolod, akkor csináljunk belőle egy terhes anyát. Hogy gondolod, az lesz, vagy? Szerintem az lesz. Miből áll az, hogy most átalakítjuk terhessé? Hát igazából az lenne a legjobb, ha felvágnám itt ezt a részt, és akkor kicsit hát terhessé tenném, de vagy nem tudom, hogy jó az, ha felvágom a csajt. Azt hiszem, a legjobb lenne, mert csak úgy szimbolikusan nem akarom felvágni a hasát. Az csak a végén történik igazából. Úgyhogy inkább így alulról bepróbálok nyúlni.
hogy terhesítedjük. És így megneveljük a pociát. Igen. Mi lesz a sorsa ennek az alkotásnak? Ennek, hát ezt megszárítjuk és kiégetjük, de lesz még egy másik, ami inkább meglepi lesz, mert abból majd búza fog kinőni, azt nem fogjuk kiégetni, de jó, ez meglepi. Nem kellett volna elmondanom. Mit jelent az életedben a mese? A mese. Hát nekem ez igazából a magyar kultúra, mert édesanyám mindig mesélt nekünk. Nagyon sokáig, még 17 éves koromban is mesélt minden este. Együtt olvastunk könyveket, van egy húgom, úgyhogy úgy olvastunk könyveket, hogy anya felolvasta mindig a könyvet este, mielőtt lefeküdtünk. És akkor olyan vicces volt mindig, hogy néha nem olvasott tovább, mert előre olvasta, hogy nem mi fog történni. És akkor mindig felkiáltottunk, hogy na, anya, folytasd. De ezt már nagyon régen így csináltuk, ez valahogy hiányzik is. Tehát mondjuk most lehet, hogy nem kérem meg tőle, de lehet, hogy jó ötlet lenne. Amikor meghallottad, hogy itt a tábor témája a mese, mi volt az első gondolatod? Hát azon a anya munkájára gondoltam, mert szerintem mindent, amit csinál, ilyen mesebeli lények, sok tündér, angyal van, állatok, ilyen szimbolikus lények, és ez is ez a, hogy ez a baba is, ami itt benne van ebbe a női testbe. Erre gondolok, hogy ahogy nekem anya mesélt meséket, mikor gyerek voltam, a saját munkámhoz, hát az inkább más. Pillanatnyilag még nem tudom, hogy fogom megcsinálni ezt a témát a saját munkámba. De lehet, hogy inkább azt hiszem, hogy mindenki mesél mesét a saját alkotásában, úgyhogy szerintem mindenkihez passzol ez a téma. Mert mindenkinek van saját elgondolkodása, hogy mit szeretne kimutatni. Úgyhogy az egész egy mese. Ez az a Nautilus, amit tavaly úgy vittél el, hogy még nem volt kész. Most meg visszakerült úgy, hogy készen van. Elmondanád, hogy mi történt azóta? Hát azóta sok minden történt vele. Ez a Nautilus nevű hajó, hal, akármi, megélte azt a folyamatot, ami a kerámiára jellemző, tehát a szárítás után ki lett égetve, és a kerám, fantasztikusan imádom nézni, ahogy a festőknek alakulnak a munkáik, a képeik, de azt lehet egy kicsit irányítani, a kerámiát nem lehet. Elképzelünk valamit, és a tűz vagy ad, vagy elvesz, és ezt tudomásról kell venni. Ez egy kicsit filozófia is, mert valahogy az elfogadás filozófiája, én elkezdek játszani a színekkel, meg az oxidokkal, és akkor eljön egy pillanat, amikor hú, ezt is ráteszem, még lesz, ami lesz, akár az egész tönkre is mehet, mert elrontom a színnel. Meg megtalálni azt az egyensúlyt, hogy ne legyen túl sok sem, mert akkor unalmas vagy, hogyha jobban megnézed, itt látod ezeket a mélyedéseket, ezeket a mintákat. Ha most arra egy kerámia mázat raknék, akkor ha az vastagra sikerülne, megesett, hogy teljesen eltűnnek a minták. Tehát ezt a játékot végigcsinálni, úgyhogy az ember ne adja közbe fel, és ugyanúgy tudjon örülni. Ez egy hosszú út, ami egy nagyon jó tréning is, és sok minden más területén az életnek aztán az ember gyümölcsöztetheti, hogyha megtanulja figyelembe venni a törvényszerűségeket, és azt, hogy nem minden csak rajtunk múlik. Tehát ez a hal, ez ilyenre sikerült. Én nagyon örültem neki, hogy
mivel hogy át 1000 kilométeres utat túlélt égetetlen állapotba. Utána még egy olyan története is volt, hogy a télen szerveztem kiállítást, tehát volt Gyurinak többször is szokott lenni kiállítása Németországban, mindenfele már nagyon közismert. Egész ősszel a Magyar Követségen, a Müncheni Magyar Követségen voltak a művei kiállítva, de utána mindig annyira tele volt az autója, hogy nem tudta elhozni. A halat meg többen is jöttek, úgyhogy odaadtam Györfi Andrásnak, mert neki is volt kiállításom. Úgyhogy egy ideig nyaralt Györfinél Budapesten a műtermében, de most szerencsésen visszaért ide, úgyhogy ilyen lett az átváltozás, és ezt az átváltozást, ezt igazából csak mi kerámikusok tudjuk úgy átélni, hogy minden nap izgalmas, még akkor is izgalmas, hogyha másoknak égetek valamit, vagy a gyerekeknek, akiknek tanítok, valahogy minden nap az az élmény, hogy milyen lesz, és egy kicsit mindig más lesz, és ezt elfogadjuk, és örülünk neki. Sőt, még a kemencébe ugyanaz a szín, különféle magasságba a kemencébe is másképp mutat, azt se lehet kiszámolni, és ez az izgalmas benne, mert egy kicsit olyan, mint az élet, hogy tervezünk valamit, és minden körülmény megvan hozzá, és mégis minden másképp lesz, mert van egy erő, ami uralkodik fölöttünk, és mégis megváltoztat mindent. Úgyhogy ez a tréning. Ha jól értem, akkor hiába tanulja meg, érzi az ember ezt a szakmát, ezt a művészetet, de azért mégis tele van véletlenekkel. Hiába ismerem a kémiát, hiába ismerem magát az anyagot, a véletlen csak bele tud szólni a készproduktumban. Bele tud szólni, főképp, hogyha az ember be is kalkulálja úgy, mint tényezőt. Nekem ez, mint említettem, ez egy filozófia is, mert egyedit szeretnék megismételhetetlen csinálni, de tehát én nem is akarom ugyanazt a mást, ugyanazt a színt belőni, és aztán csak azt alkalmazni, nem akarok szériát termelni. Egy pillanatot csak egyszer tudunk megélni, és minden egyes pillanat megismételhetetlen, úgyhogy ez az én utam.